Szép jó estét kívánok! Önök az Erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Jézus azért jött el közénk, hogy bemutassa Isten szeretetét és megmentse az embereket az üres, értelmetlen élettől. Ezt vallja annak az amerikai baptista kórusnak az igehirdetője, akivel május elején találkozhatott a közönség a Kölcsei Központban. A Singing Man of Texas 4 állomásos turnéra érkezett hazánkba, elsőként Debrecenbe. A teltházas koncert elsődleges küldetése az evangélium üzenetének hirdetése, átadása volt. Hosszú tömötsorokban várakozott a közönség arra, hogy bejusson a Kölcsei Központ báltermébe, az Amerikából érkező baptista együttes koncertjére. A legtöbben még nem vettek részt olyan zenés áhítaton, ami az evangelizációt népszerűsíti. Számomra ismeretlen, és a zene az vonz, mert szeretem, és ez az új vallás, vagy ez az új, nem is tudom minek mondjam, tetszik, vagy érdekesnek találnám, és azért jöttem el. Az Istent dicsőítő énekeket magyarul feliratozták, hogy üzenetük mindenki számára világos legyen. Az 1974-ben alapított Singing Man of Texas a texasi baptista gyülekezet zenei szolgálatából nőtte ki magát. Képzett énekesekből áll a kórus, viszont önkéntes alapon közreműködnek a tagok. Szeretetből, barátságból jöttünk el Magyarországra. Igazán nagy lelkesedéssel, szívből, úgy szólván reményteljesen énekelnek, többfajta stílust ötvözve és az ökumenei jegyében. Hiszen az énekek egy része katolikus, református és evangélikus templomokban is felszokott csendülni. Pap János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke szerint igazi megtiszteltetés, hogy az amerikai együttes kereste meg a debreceni gyülekezetet, hogy fogadják be koncertjüket. A lelki pásztor úgy véli, nagy formálú ereje van egy-egy ilyen alkalomnak. Istent is, és a zenét is lehet ünnepelni, és igazából a szívünket készíteni arra, hogy másképpen éljük meg a mindennapokat is, meg az ünnepeket is. Ők ebben tudnak nekünk segítséget adni. És nem csupán az énekekkel, hanem azzal a tanúságtétellel is, amivel jöttek. Az énekek között Michael Gott elmélkedéseit hallhatta a közönség, akit gyakran neveznek evangelistának, vagyis örömhírt mondó embernek. Szerinte a legjobb örömhír Jézus Krisztusról szól, meggyőződése, hogy ma a legfontosabb üzenet mindenki számára, hogy személyes kapcsolata lehet Jézus Krisztussal, aki örökre megváltoztatja az embert. Az este fő üzenete a megbocsátás, az, hogy hogyan ismerheti meg az ember Istent, hogy hogyan tudja Istent a szívébe költöztetni. De nem az a cél, hogy az embereket arra vezessük rá, hogy csatlakozzanak valamilyen vallási közösséghez, hanem az, hogy személyes kapcsolatba kerülhessenek a Teremtővel. Köszöntöm a stúdióban Tóth Sándor lelkész urat, szép estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves televízió nézőket én. Egészen különleges látni, hallani egy olyan szolgálatot, amely merőben más, mint ahhoz amihez az ember mondjuk a évszázados hagyományok alapján hozzászokott, akár itt Debrecenben, hogyha különböző felekezetek, templomban bemegyünk, hát nem feltétlenül ezzel a stílussal találja magát az ember szemben, mint ami most az előző percekben látható volt. Mégis az a szolgálata, hogy láthattuk a képeket a sorban állókról, láthattuk, hogy a kórusban állók miként viszonyulnak ahhoz a szolgálathoz, az mégis egy olyan, már csak látványában is egy olyan felüdülést, egy olyan vonzódást kelt az emberben, azt mondja, hát neki ekkora öröme van benne, de jó lenne nekem is részesülnem benne. És éppen ezért gondoltam, hogy ma beszélgessünk egy picit arról, hogy ezek az új típusú formák, nevezhető-e új típusúnak egyáltalán,
mennyiben szolgálják a missziót a 21. században? Kell-e máshogy, másként, más formában szólni ugyanarról a lényegről, az evangéliumról? Biztosan kell, mert változunk. Változik a világunk, a társadalmunk, a gondolkodásunk is több szempontból, az életünk. Eszközöket használunk, sokféle impulzus ér bennünket. Sokat használom Ravi Zakariásnak a mondatát, amikor erről a kérdésről beszélgetek bárkivel is, aki egy 2000-ben megszervezett nagy nemzetközi konferencián tartott előadást, és azt mondta, hogy 7 évre visszavonultam. Annyi idő kellett ugyanis, hogy megpróbáljam megérteni a változó világunkat. És egy tömör mondatban összefoglalt, amire rájött, ami azóta is bennem visszhangzik. A mai generáció az érzéseivel gondolkodik, és a szemével hall. Ez nagyon igaz. Nagyon igaz, igen. Tehát ha ezzel szembesülünk, ezzel a valósággal, tehát hogy másképpen működik a lélek, a gondolkodás, az érzékelés ebben a mai kultúrában, akkor bizony, ha egy változatlan tartalmú üzenetet szeretnénk átadni, akkor nem tehetjük ugyanazon a módon, ha fontos-e és jusson a hallgatóhoz. Igen, és most, ahogy Lelkész úr mondja, igazából most esik le a tantusz. Mit is használ a világ nagy marketing tudománya? Hát pont ezt használja ki. Persze. Hát ő a marketing üzleti modelleket épít fel arra, hogy hogyan tudja befolyásolni a vásárlók szokásait, és hogyan tudja maximalizálni a profitot. Természetesen az egyházi dimenzióban azért ezt így egyértelműen nem lehet átvenni, de ha mondjuk erre akarjuk rá vetíteni azt, amit az egyházban mi célul tűzünk ki, akkor a profit az az emberi életek pozitív irányú változása, ami nyilván a hátterében a szeretet motiválta vágyakozás a keresztény ember értékrendjéből, Isten ismeretéből, a Krisztustól tanult hozzáállásból fakadóan. De nem idegen a Szentírástól ez a fajta változás, hisz Jézus a maga korában, ha csak elolvassuk a történeteket, a példázatokat az evangéliumokban, a hozzáállást az emberekhez, egy forradalmi dolgot vitt véghez, és a legnagyobb konfliktust ő a státuszkóhoz ragaszkodó farizeusokkal, törvénytanítókkal belemerevedett, a vallásból belemerevedett emberekkel küzdötte, akiben éppen ez a fajta státuszkóz, a változatlansághoz a ragaszkodás folytatta meg a szeretetet. Tehát, hogy meglássák egyáltalán az embert. Az ember pedig nem húsnak, testnek, darabszámnak, hanem életnek, léleknek, családnak, gyereknek, kicsinek, nagynak, nőnek, férfinak. Tehát Jézusban ez a nagyszerű. Tehát ő gyerekhez tudott szólni, viszonyulni helyes módon, egy nőhöz, egy megalázott, sok bűntől gyötört nőhöz, az anyjához, a barátaihoz, a halászokhoz, a földművesekhez. Tehát elképesztő, hogy például Galilea szerte, ahol a földművelés virágzott, vagy egy halászati kultúrával, ból élő, Galilea-tenger vidékén élők, vagy a pogány vidékek, a 10 város vidékek. Tehát Jézus az ott élő emberekhez szól, és amikor mond valamit, és ahogy azt mondja, az igazodik ahhoz, akikhez szól, tehát a cél neki nem az, hogy valamit ugyanúgy csináljon, hanem a cél számára, hogy elérje az embereket, és megérintse őket. Igen, és megint csak felségi mondat mondja, hogy én nem eltörölni, hanem betölteni jöttem a törvényt, igen, amely nem más, mint szeresd. Szeres, 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 és az a csoda benne, hogy az egyszerű ember nyelvén tud szólni, mert az ember mindenki is tekinti az Isten csodájának, a teremtetnek. Így van. Hát ez ugye már a felfogástól függ, tehát hogyan gondolkodunk magára az ember eredetéről. Ugye a Szentírás az embert Istentől eredezteti, mint Isten hasonlatosságára és képére alkotott csodát. Ez akkor is igaz, hogy a bűneset miatt nyilván ez valamilyen módon sérült, eltorzult. Érzékeltetve ezt szoktam mondani, és magam így próbáltam megérteni, az első ember Ádám a világ összes teremtményét, állatát elnevezte, és egyiknek sem adta ugyanazt a nevet, és mindegyiket tudta fejből. Az a képesség, értelmi képesség, ami ott és akkor volt az érintetlenségben a bűneset előtt,
azért biztosan sokkal magasabb szintű rendületet, mint amit most mi élünk. Hát persze azt is mondják, hogy egy átlag ember 1%-át használja jelenlegi kapacitásainak, tehát még tudományosan is igazolt ez a fajta óriási különbség. Az akkori ember, az áldásban lévő Isten jelenlétében élő ember, és a bűneset óta valamilyen módon sérült, torzult, Istentől messzire szakadt ember esetében. És itt a 21. században akkor azt kell mondjuk, hogy megint valami hasonló nagy dologra kell gondolni, hiszen az Istentől milyen messzire szakadnak sokan. Milyen eltávolodásokat lehet látni. Beremered formák tömkelege vesz körül minket, ahol szinte nem is jön át az igei üzenet, mert falakat építettek föl. Hát hogy szóljon hozzá? Pedig a 21. századi ember meggyőződésem legalább annyira lelki szempontból éhes, vágyakozó. Biztosan így van, viszont a kínálat óriási. Tehát a 21. század ember esetében, amit én látok, hogy az elköteleződéstől rendkívül tartanak, mert annyi minden kéri az idejüket és az életüket. Ezért ilyen óvatos távolságtartással szemlélik, én azt gondolom, azt, amit Jézus tanít, hogy ad nekem az egész életed. Na most ugye ez óriási ugrás. Csak mindent vagy semmit. Tehát a kereszténység nyilván, ha valaki igazán hirdet az evangéliumot, azaz, hogy megmenteni egy fódoklót teljes egészében lehet, a kezét csak nem lehet. Tehát ha valaki megmenekülni szeretne a bűntől, a gyötrelemtől, az örök kározattól, az életét szeretni Isten közelében tudni, akkor vagy teljesen, vagy sehogy. Műkedvelőből sok van, de műértéből az igazán kevés. Jézus maga mondja, az út az keskeny. És kevesek vannak, akik megtalálják. A mi felelősségünk azonban, hogy hirdessük, mert nem tudjuk, hogy ki. Tehát azért mi nem tudjuk kiválogatni az embereket, még ha hajlamosak lennénk is, azt mondani, hogy na, te elég jó vagy ahhoz, te meg elég rossz vagy ahhoz, de ilyen nincs, Istennél nincs ilyen. Isten nem személyválogató. Igen, mert gyakran a legrosszabbból lesz a legjobb. Nem tudjuk. Tehát annyira nem tudjuk. Van egy etióp főember, egy miniszter, aki vágyakozásában elmegy Jeruzsálembe, vesz egy Ézsaiás tekercset, hogy abban kutassa a mesiást. Ugye tudott volt akkor is, hogy Ézsaiás proféta könyvében, főleg a 40. fejezettől számtalan kinyilatkoztás és profécia van, amit aztán a názáreti Jézus pontosan 100%-ig betölt, olvassa, hangosan olvassa akkor szokása szerint, és Isten odaküldi Fülöp evangélistát hozzá, és megkérdezi, érted, amit olvasol. És erre azt mondja az ember, itt kínlódtam, elmentem Jeruzsálembe, nem értem, amíg valaki meg nem magyarázza. El kell jutni eddig a pontig, ez egy politikus volt, magasrangú, magasan kvalifikált szakember volt, de ugyanakkor ott van a bűnös nő, aki 5 férfit emésztett már föl, vagy őt emésztette föl 5 férfi, ugye ezt megint nem tudjuk, hogy mi az ok annak, hogy ő egy vadházasságban élő nő. Ő egy másik élethelyzet, mégis találkozik a názáreti Jézussal, él ezzel a lehetőséggel, megtér, új életet nyer, megváltozik az élete, sőt lelkesen jön ki a szégyenből, és kezdi hirdetni mindenkinek majd a városban, hogy figyeljetek, megtaláltam a Mesiást. Na hát itt a remek példa, ugye, hát nincs új nap alatt. Nincs. Pál apostol szavait hoztam el készve erre a beszélgetésre, aki a korának egyik nagyon művelt embere volt, úgymond európai polgár, tehát a római polgárjoggal rendelkező, az akkori római birodalomban polgárjoggal rendelkező személy, a görög kultúrának és műveltségnek rendkívül mély ismerője. Tanítóinak köszönheti, Gamalielről tudjuk, hogy ő görög kultúrát is tanított, és nem kezdete prüd módon akkor ismert költőit és művészeti kulturális irányzatait. Szóval Pál ezt mondja, mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. Zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt lévőknek, mint a törvény uralma alatt lévő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt lévőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlené lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek minden lettem, végül mondja, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezeket pedig írja, az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Ha azt mondjuk, hogy nincs új nap alatt, hát akkor ezek a mondatok igazán iránymutatóak lehetnek ebben a változó világban számunkra.
Erről eszembe jutott egy kedves barátom, aki azt találta egyszer mesélni, hogy fiatal pap volt, és megérkezett egy település az első szolgálati helyére, és bement a templomba, senki nem volt ott. És mit tudott egyebet tenni? Hát látta, hogy azért az árokparton, ahogy ment a templom felé, nagyon sok fiatal ült. Hátára csapott egy gitárt, kiment és leült közéjük. Nem feltétlenül egyházi énekeket énekelni, hanem a korszokása szerint a petrólam lámpát például. Tehát, hogy és akkor persze innen jön a kérdés, van 21. században újfajta módszer? Kell gyakorolnunk újfajta módszert? Kell igazodnunk a világhoz? Hát látjuk, a kórus olyan hangszereket vesz elő, amelyeket mondjuk jó esettel nagy fesztiválokon szoktunk látni fenn a színpadon, és mégis ezekkel a hangszerekkel másfajta zene szólal meg. Picit visszább kezdve a dolgot, a lelkipásztor bácsitól, az én lelkiatyámtól azt tanultam, hogy egy lelkipásztornak két dolog az, ami felelőssége. Egyik, őriznie kell a gyülekezetben, a szeretetben, a Krisztusban való egységet. Másrészt pedig mindent meg kell tennie azért, hogy minél többekhez az evangélium eljusson, és így megtérve újjászületve a gyülekezet és növekedjen számban is. Az üdvözülőkkel, nem pedig profitábilisan, tehát hogy mi nagyok legyünk, mi sokan legyünk, hisz az egy lélek van a fókuszban a Krisztus példázataiban, hogy elmegy és megkeresi az egy elveszettet, vagy hogy a betegnek és az elveszettnek van szüksége egyrészt orvosra, másrészt, hogy megtalálják. Tehát azt gondolom, hogy lelkészi szolgálatban rendkívül fontos mind a kettőt valahol egyensúlyban tartani. Nem jó, ha a meglévő közösségről nem visel gondot egy lelki vezető, lelki pásztor vagy presbitérium, és az sem jó, ha elmegfeledkeznek a külső misszióról elérni azokat, akik még nem ismerik személyesen Jézus Krisztust. Vallásuk ugyan lehet papíron, de ugye nagyon jól tudjuk, hogy ez nem ugyanazt jelenti, mint amikor valaki személyesen, közösségben, kapcsolatban van az élő Istennel Jézus Krisztus által. Tehát ezt a kettőt valahogy egyensúlyba kell tartani, és együtt munkálkodva a már Krisztus szempontjából elkötelezett keresztényekkel. Ez egyik dolog. És én azt gondolom, ezeket az új dolgokat is ebből a szempontból kell vizsgálni. Tehát nem lehet úgy missziót folytatni, hogy közben felemésztem a gyülekezet közösségét és életét. Tehát azt gondolom, hogy ez balgaság lenne. Ezért valahol együtt kell megtalálni azt az utat a társadalomban, egy helyi gyülekezetnek, és itt nem is direkt nem egyházakat mondok, mert mégiscsak a helyi gyülekezetek hivatottak az arra, hogy Krisztust képviseljék az adott faluban, városban, településen. Nekem ez egy imádságom, és én azért vasárnaponként mindig imádkozok szinte a minden gyülekezetért az országomban, az ige hirdetőkért, a gyülekezet közösségéért, mert nagyon sok múlik rajtunk, keresztényeken, már keresztényeken. A Pál apostol másik mondata, amit itt szintén fölírtam magamnak, és ezzel aztán tényleg válaszolni szeretnék 100% a kérdésre, mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. A belső motiváció. Tehát, hogy nem feladat, nem hát csinálni kell, mert hát mégiscsak keresztények vagyunk, vagy sok minden lehet, hanem a szeretet. Méghozzá nem is akármilyen szeretet, nem ilyen szentimentális. Tudjuk magunkat is szeretni, még abban is, hogy azt mutatjuk, hogy másokat szeretjük, azért, hogy magunkat egy picikét jobbnak érezzük, mint a többiek. De ez nem a Krisztus szeretet, de a Krisztus szeretet abszolút önzetlen. Tehát a 10 leprás meggyógyít, mind a 10-et meggyógyította, pedig tudta, hogy csak egy fog visszamenni hozzá, és azt mondani neki, hogy köszönöm. Tehát, hogy ő nem mondta, hogy na 10-9 séta, egyet meggyógyítok, mert csak te leszel állás. Tehát ő tényleg osztotta ezt a fajta szeretetet. 5000 embert vendégel meg, 5000 embernek ad kenyeret, és hányan voltak a perben, akik azt mondták, hogy ne feszíts meg. Keveseket látunk. Hát igen. És talán ez is egy kulcskérdés lehet, hogy a szeretet, szerest fele barátodat, mint önmagadat. Tehát az önmagad szereteténél nagyon sokszor hát húzzák a vészharangot, hogy az embernek van valami problémája a mai embernek az önszeretet képpel. Tehát, hogy az önelfogadás, és ami nem tudom magamat szeretni, addig hogy tudok szeretettel odafordulni a másikhoz? Kell-e erre figyelni? Kérdése ez valóban kérdés, vagy csak lózungok?
Szerintem kulcsfontosságú, bár én úgy vélem, hogy sokkal egészségesebbek lennénk, ha a mai divatos identitás kérdéssel kevesebbet foglalkoznánk. Minél többet foglalkozik az ember saját magával, vagy óhatatlanul büszké válik, mert az értékeit kezdi kidomborítani, vagy elcsügged, mert bizony mindannyiunkban vannak hiányosságok és hibák. Szoktam mondani, hogy valaki már házas, akkor kérdezi meg házastársát, ha elég őszinte is kibírja a kapcsolatuk, akkor jó lesz, ha megmondják egymásnak a hibákat is. De nyilván nem csak hibáink vannak, hanem értékeink is. De valahogy ez egyensúlyba kell kezelni, de ha megtanulnánk a Krisztus parancsa szerint, ugye, hogy itt már említve is lett a szeretet parancsa, ez azért valóban így van, ez, ha az új szövetséget látjuk, akkor Jézusnak ez a parancsa, szeressétek egymást, és ez a szeretet az, amely aztán kiárad és kinyílik minden ember iránti szeretetre, ezt már Péter apostol nyitja ki, Krisztus parancsát értelmezve, akkor kevesebbet törődnénk saját magunkkal, és biztos, hogy sokkal boldogabbak lennénk. 100%. Tehát ez az önmagunk körül forgás rengeteg lelki betegségnek a gyökere aztán. Persze sok minden más is, tehát ennyire azért nem lehet leegyszerűsíteni a problémát. Kapcsolati válság korában is élünk, tehát sok-sok sérült kapcsolat van, ami aztán rossz gyümölcsöket bőven terem az emberek életében, de lehet gyógyulni, de nem gyümölcsöt szedni, hanem a gyökereket gyógyítani, hogy jó fa legyen és jó gyümölcsöt teremjen az életünk. Na most mindezek tükrében legvégül egy kérdés. Ugye annak idején, jó néhány esztendővel ezelőtt magvetésbe kezdtek az önvezetésével. Egy picike közösség alakult, aztán ma már egy nagyon szép gyülekezetté cseperedett, állandó helyszínnel, tele gyermekekkel, tele fiatalokkal, családokkal, olyanokkal, akikre azt szokták mondani, hát a 21. században hogy lehet megszólítani a fiatalokat? Mégis itt a példa. Mi a titok? Hát ez rendkívül nehéz kérdés. Nem tudok ilyen titkot. Engedelmeskedés és hit. Tehát Isten szólt hozzánk, hogy ő szeretne létrehozni egy új gyülekezetet, ezért ez a gyülekezet nem tőlünk indult el, hanem Isten szívén született meg először. Mi pedig, még ha néha bukdácsolva is, azért igyekeztünk Krisztus követni ebben, és bátran kimenni. Tehát mi mai napig is rendszeresen ott vagyunk a Campus Fesztiválon, most már debreceni pásztorkör lelki munkásaival, 40-50 lelki munkással együtt kiviszünk egy sátrat, kírjuk, hogy másnapos klinika, és reggel éppen még bóklászó fiataloknak teát, tejet, házi készítésű dzsemet, kiflit adunk, és minden kiflibe van egy igevers. És ki van téve a Biblia. Leülnek a fiatalok, és egyszer le van a döbben, vagy minden jelenszolgáltatás nélkül, meg mindenféle kényszeres egyházba belépés nélkül, mi ott vagyunk, szabadságon, ki hogy, és meghallgatjuk egy beszélgetőnk, nyitjuk a Bibliát, és vannak kérdéseik. Én azt látom, az emberek rendkívül nyitottak, rendkívül éhesek, még akkor is, ha elég hosszú idő telik el ma addig, amíg valaki ténylegesen elkötelezi magát Krisztus mellett. Ez egy jelentős különbség egyébként, mondjuk a 20 évvel ezelőtti helyzethez képest. Szóval a gyülekezetünkben mi azt a parancsot vettük Jézustól, hogy menjetek el. Ez együtt persze hívunk is, hisz éppen vasárnap gyülekezetünkben lesz bemerítési hitvalló keresztségünk, amikor reménység szerint nagyon sokan el fognak jönni, akik bemerítkeznek, azoknak rokona ismerőse is. Minden vasárnap vannak egyébként érdeklődők a gyülekezetben, mert hívunk is. De hogyan? Hogy elmentünk, a munkáján ott vagyunk, az iskolában, az óvodában ott vagyunk, és hát szeretettel megosztjuk Krisztus üzenetét, ahogy lehet. Én hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, de most rendhagyom oda, egészen furcsa kéréssel fog ide fordulni. Itt elhangzott, hogy minden héten elhangzik egy-egy rövid imádság a gyülekezetekért, a szolgálókért. A műsorunk végén most hadd kérjem meg egy imádságra. Rendben. Ennyi, Atyám, hálás vagyok a Te népedért, a gyülekezetekért, szerte az országban, külön a városunkban. Köszönöm a lelkipásztorokat, a szolgálta őket. Áld meg őket, Uram, bátorsággal, lelki erővel, vasárponként, újra és újra, mennyi üzenettel. Drága szent lelkeddel, áld meg gyülekezetek közösségét, külön a vezetőit, példaadó élettel, Krisztusban való egységgel, áld meg bátorsággal és, Uram, találékonysággal, a lélek, a Szentlélek szabadságával, tőled tanult és nyert szeretettel, hogy azt a hatást, amelyet átéltünk, megtapasztaltunk, amely lenyűgöztél bennünket, egyre erőteljesebben, egyre hatékonyabban tudjuk kifejteni a társadalmunkra, hogy gyógyuljon, virágozzon, és minél több ember
esélyt kapjon arra, hogy veled találkozzon, és melletted döntessen. Atyám, Jézus nevében imádkoztam, köszönöm, hogy meghallgattál. Amen. Úgy legyen. Köszönöm. Én is köszönöm. Eddig tartott mai adásunk, jövő héten a Református Egyház műsorával várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsák velünk akkor is, viszontlátásra!